Hívei szerették, a kommunisták viszont gyűlölték. Szembe ment Hitlerrel és Sztálinnal. Küzdött a látszatkereszténység ellen, leszámolt a békepapi mozgalommal. Támasz volt Trianon után, hősies védelmező a szabad vallásgyakorlás elleni törekvések idején. Nem csak Áronunk, hanem Mózesünk is volt ő. Az erdélyi Csíkszentdomonkoson született 1896. augusztus 28-án. Hajthatatlan természetét ezzel magyarázta. Bölcsőmet csíki fenyőből faragták. 1915-ben érettségizett, majd rögtön behívták katonának. Háromszor is megsebesült, Doberdónál is szolgált. A háború után ismerte fel papi hivatását. Kiegyensúlyozott életvitelével kitűnt szemináriumbeli társai közül, s tanárai csak elismerő szavakkal illették. 1924-ben szentelték pappá. Szigorú feladatának tartotta a lelkekért való küzdelmet. Nem tért ki a nevelés feladata elől, egyetemi lelkészként is különös figyelmet fordított a fiatal erdélyi nemzedékre. Csak ismereteket közölni nem elég. Az igazi cél a jellem nevelése. 11. Pius pápa 1938. december 24-én gyulafehérvári püspökké nevezte ki. Püspöki szolgálata során a kisebbségi sorba jutott magyar társadalom keresztény alapú megszervezése volt az egyik fő célja. Úgy gondolta, hogy a keresztény ember két világpolgára, igazi hazája az égben van, de oda az út a földön átvezet. Az elsők között tiltakozott a kitört második világháború ellen. Bátran felemelte szavát a deportálások ellen. Az üldözött zsidókat bátorította, a keresztényeket pedig emlékeztette kötelességükre. Válaszul Korozsvár rendőrkapitánya kiutasította a városból. 42 évig védelmezte egyházmegyéjét. Olyan püspök volt, aki nem csak ismerte és szerette a rábízottakat, hanem bölcsen is vezette őket, az üldöztetésben pedig kitartott mellettük. Miután 1944 őszén a szovjet és román csapatok megszállták Észak-Erdélyt, Márton Áron a helyén maradt és küzdött a magyar kisebbség jogaiért. Nekünk helyt kell állnunk, ezt a földet elhagyni nem szabad, mert ez a miénk. 1948-ban a román görög katolikus egyház betiltásakor körlevélben hívta fel a katolikus papokat, hogy a görög katolikus testvéreket a legmesszebb menő vallási támogatásban és segítségben részesítsék. A kommunista kormány 1948-ban azt követelte a katolikus egyháztól, hogy dolgozza ki saját működési szabályzatát az állami törvények szerint. Márton Áron a tárgyalások elől soha nem tért ki. Jól tudta azonban, hogy az ő küldetése nem igazodhat a politikai intézményrendszerhez. Ez a következetessége vezetett oda, hogy végül letartóztatták és életfogytiglani börtönre ítélték. Bár kegyelmet soha nem kapott, 6 évvel később felfüggesztették a koncepciós perben kiszabott büntetése letöltését és visszaengedték Gyulafehérvárra. De szabadságát csak rövid ideig élvezhette. Az 1956-os Birmaút után megtiltották neki, hogy elhagyja a püspöki palotát. Ezzel megkezdődött palotafogsága, amely 11 évig tartott. Több mint egy évtized után kiszabadulva végigjárta Erdélyt. Nem csak hívei, hanem a papság körében is nagy lelkipásztori hatással bírt. Utolsó éveiben súlyos betegséggel küzdött. Majd többszöri kérésére működésének 42. évében végül II. János Pál pápa felmentette az egyházmegye kormányzása alól. Halála előtt 170 pap növendék jelezte Márton Áron számára, hogy szeretnék még egyszer látni őt. Utolsó körlevelében írta: az egyház akkor fogja vonzani a kívülállókat, ha rólunk is elmondhatják, mint az első századok keresztényeiről. Nézd, ezek mennyire szeretik egymást. Sok szenvedés után életének 85. évében hunyt el. Temetésére zsúfolásig megtelt a gyulafehérvári székesegyház. Ezen a napon egész Erdélyben zúgtak a harangok. Köszönjük, hogy megnézted ezt a videót. Kövesd az Axioma tartalmait a YouTube, Facebook, Instagram, Twitter és TikTok csatornáinkon, vagy látogass el honlapunkra az axioma.hu-ra, ahol a hírlevelünkre is feliratkozhatsz.